Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, Istentől, a mi mennyei édesatyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Vasárnapot szentelő gyülekezet, kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. zsoltárunkat. A 90. zsoltárunknak az első versét énekeljük. A 90. zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglalja el a helyét, és Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 105. zsoltárunkat. A 105. zsoltárunknak az első három versét énekeljük. A 105. zsoltárunk első három versét énekeljük, amely így kezdődik: Adjatok hálát az Istennek.
mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek az igéjét, így amint írva található a 150. Zsoltárban, annak is mindegyik versében. Amíg az igét olvasom, kérem, hogy a gyülekezet foglalja el a ha már említett igen szakaszból, a 150. Zsoltárból így szól hozzánk Istenünk igéje. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel! Dicsérjétek lanttal és hárpával! Dicsérjétek dobbal, körtáncotjával! Dicsérjétek citerával és tubolával! Dicsérjétek csengő cintányérral! Dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicséri az Urat! Dicsérjétek az Urat! A kegyelem Istene áldja és szentelje meg az ő igéjét, áldja meg az igének az olvasását, az ige üzenetének a meghallását, szívünk befogadását és megtartását, hogy mindannyiunknak az élete gyümölcsöt termő élete lehessen Atya Istenünknek a dicsőségére és fele barátainknak a javára. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk Kálvin János imádságával. Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és ígyvezők lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkül. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Kedves testvérek, hirdetem nektek a bűneitek és a bocsánatát és az örök életet. Úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, soha el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 162. dicséretünket. A 162. dicséretünknek a 7. versét énekeljük. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Right.
testvérek, az az ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, a 150. Zsoltárban, annak is az első versében. Tehát a 150. Zsoltárnak az első verséből így szól hozzánk Istenünk igéje. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Ámen. Gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, ünnepülésre tiszteleten vagyunk jelen. Hálát adunk a Batai Népdalkör 35 évéért. Hálát adunk azért, hogy a Csávási és a Batai gyülekezet megőrizte és megerősítette a kapcsolatát. Hálát adunk, hogy régi, jó ismerősök, barátok, testvérek újra találkozhatnak. És végül hálát adunk, hogy a reformáció 500. évfordulóján, október hónapját együtt kezdhetjük el. Ünnepi istentisztelethez ünnepi ige illik. A teljes Szentírás Istentől ihletett alkalmas a tanításra, de a zsoltárok mégis kimagaslanak az Ószövetség könyvei közül. Mert abban nem csak az Istennek a hatalmassága, kegyelme és szeretete mutatkozik meg az ember iránt, hanem az is, hogy az ember erre a szeretetre hogyan képes felelni. Ha ki kellene emelni a 150 zsoltárból néhányat, vagy csak akár egyetlen egyet, akkor az a felolvasott igénk az utolsó, a 150. zsoltár. Ugyanis a zsoltárok könyvében változnak a műfajok. Ismerünk hálaadó, bűnvalló zsoltárokat, olyan zsoltárokat, ahol az emberek Istennek elpanaszolják szívüknek a bánatát és keserűségét, sőt, olyan zsoltárokat is találunk, ahol Istennek a haragját, Istennek az átkát kéri az ő ellenségeire. De az utolsó néhány zsoltárnak különleges műfaja van. Ez a műfaj a himnusz, azaz dicsőítő ének. Az első dolog, amit ki kell emelni igényből, hogy egy egészen különleges cselekedetre buzdít bennünket a zsoltár író. Az, hogy az Urat az ő szentélyében, a templomban, egy Isten tisztelete, amilyenen mi most együtt vagyunk, az egy normális és elfogadott dolog. De itt az író az égboltozatot szólítja fel, és az égboltozatot szólítja meg. Dicsérjétek az Urat a hatalmas égboltozatot, az angyalokat. Isten mennyei seregét szólítja fel az író, hogy az Urat is. Az ember szólítja fel Isten felséges teremtményeit, és utasítja őket. Általában ez fordítva szokott lenni. Isten küldi el a követét az emberhez, aki félelemmel, tisztelettel, alázattal veszi át az üzenetet. Sőt, hogyha az üzenet ítélet, akkor egyenesen rettegéssel fogadja ezt az ember. Mert ha az Úr követe szól, az olyan, mint amikor egyenesen maga az Úristen szól. Az ő szava pedig beteljesedik, az Úristen szava megvalósul, valósággá válik. És mi egyszerű, gyarló, esendő, halandó lények, mi szólítjuk fel az angyalokat arra, hogy magasztalják az Istent. Milyen hatalmas bátorságot tud adni Istennek a Szent Lelke, milyen hatalmas dolgokra tesz bennünket képessé az ő szeretete. Egy másik zsoltárban, egészen pontosan a 8. zsoltárban így szoktuk énekelni. Csodálván mondom, micsoda az ember, hogy tőled ennyi sok dicsőséget nyer, de micsoda az embernek fia, mivel felségednek van így gondja. Érezzük-e ennek a különlegességét? Érezzük-e ennek a megtisztelő voltát? A felelősséget? Azt az állapotot, amit jelent embernek lenni? Amit jelent a teremtés koronájának lenni? Így folytatódik a 8. zsoltár. Az angyaloknál noha egy kevéssé kisebbé tőd,
Te nagy dicsőségessé teremtél őtet és magasztalád, nagy dicsőségre felkoronázád. Ha érezzük ennek a megtisztelő kiválasztottságnak a tudatát, úgy érezzük, hogy méltók vagyunk rá, és érezzük, hogy vétkeink, bűneink miatt mi méltatlanok vagyunk erre az egészre. És hogyha ezt érezzük, akkor van-e bennünk szándék arra, van-e bennünk kellő akarat, hogy ezen változtassunk. Amennyire lehetséges, ne legyünk Isten igéjének és imádatának az akadályai, hogy ne miattunk gyalázzák és káromolják az Istent, Jézus Krisztus, az Anya Szent Egyházat és a gyülekezetet. Éppen ellenkezőleg, legyünk mi azok, akik megmutatják Istennek az akaratát, és megmutatják Istennek a szeretetét. Hatalmas dolgokra teszi képessé az embert az Úristennek a szent lelke. Még arra is, hogy vegye a bátorságot, és az Úr angyalát utasítsa. 2. Zsoltárral korábban, a 148. Zsoltárban, Balassi Bálint fordításában ezt olvassuk. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, emberi nemzetre, kik az égből néztek, az Urat örökké, ti mind dicsérjétek. Angyalok az Úrnak követik, kik vagytok, szentek, ki ő székét, mind körül álljátok. Örökké az Urat, felmagasztaljátok. Van egy szó, ami miatt annyian szeretjük és annyian szeretik Szász Csávást. És amiért szeretik a Szász Csávási embereket is. Ez a szó a harmónia. Hogy több szólam képes egyszerre megszólalni, mégis minden a helyén van, és ezzel emberi lelkeket képesek megérinteni és felemelni. A Zsoltárban ugyanilyen több szólamiság van. Ez pedig a hangszereknek a harmóniája. Először a kürt, a legősebb hangszer, majd a húros hangszer, a lant és a hárfa, jön a ritmus szekció, a dob, majd jönnek a fúvósok, zengenek és csengenek a cintányírok. Több szólam, mégis teljes, kerek, egész. Tökéletes harmónia. A keresztény ember nem csak a zenében próbálja megvalósítani ezt a harmóniát, hanem az egész életében. Rengeteg baj van, rengeteg rossz dolog történik. Itt az anyaországban is, kint Erdélyben és a Kárpát-medencében, meg szerte a világon mindenhol. Úgy is fogalmazhatunk, hogy sok a hamis hangjegy, ami elrontja ezt a harmóniát. Mégis igyekezni kell, hogy a mi életünk, a mi hangszerünk helyesen és tisztán szóljon. Így tett minket képessé az Isten arra, hogy ebben a teremtett világban, amit ő ránk bízott, abban a világban harmóniában éljünk egymással és ő vele. Az utolsó Zsoltár utolsó versében elérkezik a csúcspont. Minden lélek dicséri az Urat. Valami fontos dolgot, a legfontosabb dolgot próbálja a Zsoltár író kifejezni. És ő is érzi azt, hogy már annyi mindent mondott, annyi mindent írt, és lehet, hogy még mindig nem elég. Ugye, annyi mindent kéne még elmondanom. De ahelyett, hogy számunkra felfoghatatlan és kimondhatatlan dolgokat próbálna megfogalmazni, összefoglalni, 150 költemény tanulságát és üzenetét, csak ennyit mond, dicsérjétek az Urat! Nincs más. Ennyi. Kész. És ma sokan vádolják a keresztény vallást, hogy nem ad kielégítő választ az életünk kérdéseire, pedig valójában a legnagyobb kérdésre is megadja az Úristen az ő igéjében. Miért él az ember? Miért létezünk mi? A Heidelbergi Kátor 6. kérdés feleletében azt olvassuk,
Vajon Isten teremtette volna az embert ilyen gonoszszá és romlottá? Nem. Isten az embert jónak teremtette, saját képére, azaz igazságosságra és valóságos szentségre alkotta, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Ennyi. Ez az életünknek az értelme. És milyen jó tudni az kedves testvérek, hogy mégiscsak valósággá vált ez a harmónia itt a Földön és az örökké valóságban is. Mert azzal, hogy Jézus Krisztus elküldi az Úristen ebbe a világba, hogy ő megszületik, meghal értünk a Golgotai kereszten, hogy feltámad húsvét vasárnapján, és felmegy a mennybe, azzal valósággá váltja azt, hogy az embernek újra lehessen harmóniája a világgal és az Úristennel. Hogy végre azt tehesse, amire teremtetett. Hogy végre megtalálhassa azt a boldogságot, amelyet olyan nehezen találunk meg sokszor ebben a földi életben. Legyen velünk Istenünk jó akarata, az ő szeretete és az ő szent lelke, hogy ne csak az ő szentélyében, ne csak egy ilyen ünnepnapon, hanem az egész életünkkel, minden szavunkkal, a cselekedeteinkkel, az elvégzett munkánkkal, a családi életünkkel, az érzéseinkkel, mindennel és mindenünkkel őt dicsérjük, és őt magasztaljuk. Dicsérjétek az Urat, hogy harmónia és himnusz legyen az egész életetek. Amen. Most pedig kérném szépen a százcsálási kutya az urasztalához, és adják a műsorokat. Kedves testvérek, olvasom Istennek igéjét Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott második leveléből. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyen minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek. Kedves testvérem, így ahogy végignézek a közösségen, sokan eléggé fáradtan érkeztek erre az Isten tiszteletre, hiszen egy nagyon, nagyon tartalmas, nagyon zsúfolt, jó értelemben véve zsúfolt néhány napon vagyunk túl, és egy kicsit el is fáradtunk, de örömmel állunk itt, Isten színe előtt, és örömmel hirdetjük azt a szeretetet, azt az evangéliumot, amely életeket tud megváltoztatni, amely közösségeket tud formálni, és amely meghatározhatja egy közösségnek az arculatát, meghatározza egy közösségnek a lelkületét. Azt hiszem, hogy Pál apostol most megfogalmazta azt a gondolatot, amit mi csávásiak érzünk. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értenek. Amikor így a végén megpróbáljuk összefoglalni mindazt, amit itt átélünk mindig, és amit mindig átélünk, amikor ez a két közösség, ez a két gyülekezet találkozik, akkor ez a hála. Igen, hálásak vagyunk azért, hogy Isten megajándékozott minket veletek. És hálával tartozunk Istennek mindazért, amit itt mindig átélünk. Kedves testvéreim, én nagyon régóta nem éreztem magam ilyen jól. Vagy már nagyon régóta nem álltam be én is a körbe, úgy mint az este. És nagyon jó volt együtt énekelni, és együtt vallást tenni arról, hogy egyek vagyunk.
hogy együtt vagyunk, hogy érezzük egymásnak a szívdobbanásait, hogy halljuk egymásnak a szívdobbanásait, és egymásba kapaszkodva tudtunk együtt énekelni és örülni. Ez a 25 év erről szólt, hogy az egymás iránti szeretet meggazdagodott. És én azt hiszem, hogy mi vagyunk a leggazdagabbak. Azt szokták mondani, amikor a lelki pásztor nem tud készülni, akkor a szeretetről beszél. Mert arról olyan sokat lehet beszélni. De én nem ezért beszélek a szeretetről, hanem azért, mert tényleg átéltem azt a szeretetet, amely fentről származik. Azt a szeretetet, amely Krisztustól jön. Hiszen ez a szeretet önzetlen, ez a szeretet mindent elnéz, mindent elfedez, ez a szeretet az, ami ezekben a közösségekben meggyökerezett, és amely a Csámási közösséget és a Zunapatai közösséget összekötötte. Szüntelen hálával és dicsekszünk veletek. Mert amikor arról kérdeznek bennünket, hogy van-e testvéri gyülekezetetek, mert ez nálunk Erdélyben ez nagyon fontos dolog, hogy van-e testvéri gyülekezet. Vannak olyan gyülekezetek, akiknek hollandó testvéreik, vannak kapcsolataik. De mi Csámásnak mindig dicsekszünk azzal, hogy mi a Dunapatai közösséggel vagyunk testvér közösségben. Mert itt olyan dolgokat éltek át azok az emberek, akik az évek során találkoztak, hogy azzal dicsekednek. Igen, dicsekszünk ennek a közösségnek az állhatatosságával, dicsekszünk azzal, hogy ez a közösség éneklő közösség, hogy ez a közösség magas színvonalon műveli az éneklést, a zenélést, hogy együtt tudunk énekelni, dicsekszünk ezzel, és dicsekszünk a ti hitetekkel, az álmodatosságotokkal, hogy mindvégig kitartottatok ebben a testvérkapcsolatban. Mert azt látjuk a mai világban, hogy a kapcsolatok megszűnnek, a kapcsolatok megszakadnak, de ez a kapcsolat két gyülekezet, a két közösség között, a két népdal között megerősödött. Remélem, kedves dunapatai testvérek, hogy ti is dicsekeztek velünk. Mi otthon sokszor gondolunk rátok, sokszor imádkozunk, sokszor újra éljük, vagy felelevenítjük mindazt, amit itt átéltünk, és vágyakozunk arra, hogy újra jöjjünk, vagy ti újra jöjjetek. Tudom, hogy egy ilyen hétvége nagyon fárasztó, és nagyon nehéz megszervezni. De mindez nem érne semmi, ha nem lenne igazi szeretet. Nem érne semmit az ének, a szép szó, nem érne semmit a finom evéd, minden, hogyha nem lenne az a szeretet, amellyel adjátok. Nekünk ez a legfontosabb. Adja az Isten, hogy mindnyájan állhatatosak legyünk, és mindnyájan azt a szeretetet szívjuk magunkba, és azzal a szeretettel szolgáljunk a magunk gyülekezetében is, és ebben a közösségben is, amelyet az Úrtól kaptunk. Isten áldása legyen ezen a testvér kapcsolaton, két gyülekezeten, két népdalkörön, és adja az Úr, hogy gyümölcsöző legyen ez a kapcsolat, és megmaradjon örökké. Mi egy kis szolgálattal szeretnénk megköszönni azt, hogy itt lehettünk, hogy annyi áldásban lehetett részünk, hogy annyi szeretetet tapasztalhatunk és áldunk. Fogadjátok szeretettel a Szász Csámási ifi műsorát.
Sweet.
Szívünkkel és lelkünkkel dicsérhetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük azt, hogy áldásaidat adtad nekünk ezekben a napokban. Köszönjük neked azt, hogy itt valóban testvér testvére található. Köszönjük neked azt, hogy ezen a vasárnapon is igéddel, szent lelkeddel megszólítani és vezetni akarsz bennünket. Add nekünk az áldásaidat ezen az ünnepnapon, és te kíséri elmenj bennünket hazurra, otthonainkba, családunkba, a munkahelyünkre, a dolgos hétköznapokba. Szeretnénk, hogyha ez a valódi ünnepnap egy olyan nap lenne, amire vissza tudunk emlékezni még nagyon-nagyon sokáig. Szeretnénk, hogyha ezekben a napokban is te lennél az, aki megvigasztalod azokat, akik szegénységben, nyomorúságban, betegségben és gyászban vannak. Különkönyökünk hozzád azokért, akiket veszteségért, akik elveszítették egy hozzátartozójukat. Erősítsd meg őket, vigasztald meg őket, és mindannyiukat. Imádkozunk hozzád, hogy a te áldásod legyen a mai napunknak a hátralévő részén, és könyörgünk hozzád, hogy ne csak bennünket vezess, hanem az egész Anyaszentegyházon, minden egyes gyülekezeten, a Szászcsávási gyülekezeten, a Dunapatai gyülekezeten, a te áldásod és a te kegyelmed nyugodjon. Könyörgünk hozzád azért, hogy az emberiséget, mint teremtés koronáját egységesen áld meg, és benne külön áld meg a mi nemzetünket is. Kérünk téged arra, hogy igéddel, szent lelkeddel vezess bennünket életünk minden egyes napján, a földi életben és az örökké valóságban is, hogy amikor megérkezünk hozzád, amikor megállunk a te színed előtt, hogy üdvösségünk és örök életünk lehessen bejutásunk a mennyországba, hogy részt vehessünk azon az örökké tartó Isten tiszteleten, ahol teljes és tökéletes a harmónia. Megváltó Úrunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket.
Csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, Urunk, Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérem szépen, hogy a gyülekezet foglalja el a helyét. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, tényleg egy ünnepi Isten tiszteleten vagyunk együtt, és ilyen alkalmon illik köszönteni a vendégeket. Úgyhogy szeretném köszönteni a Hunokatai önkormányzatot, akár itt vannak a tagok, akár távol vannak. Szeretném köszönteni a Hunokatai népdalkörnek a vezetőit és a tagjait. Köszöntöm a római katolikus testvéreket is. Csorba József plébános úrnak hivatali elfoglaltságai vannak, és nem tudik lenni ezen a mostani Isten tiszteleten, de külön kérte azt, hogy adjam át a csávási testvéreknek ölelést, szeretetét, minden jó kívánságát. Köszöntjük a Szász csávási testvéreket, és külön köszöntjük a csávási testvérek közül Bíró József hadtiszteletű urat és kedves feleségét. Istennek legyen hála, hogy újra itt lehet közöttünk. És ismételten szeretettel köszöntöm a Szász csávási gyülekezetnek a jelenlegi lelki pásztorát, Mészáros Lehel nagy tiszteletű urat, aki először van így a közösségünkben, de én nagyon bízom benne, hogy nem utoljára. Úgyhogy egy ilyen tartalmas ifjúsági program után nem tudom, mit lehetne még tovább mondani, mivel lehetne még ezt az egészet teljesebbé, tökéletesebbé tenni. Összehozott bennünket újra a zene. Összehozott bennünket a zene. És összehozott bennünket az Istennek a szeretete. És hogyha jól tudom, hála Istennek a legkésőbb, jövő tavasszal, azt hiszem májusban újra elképzelhető, hogy jelentkeznek a csávási testvérek, úgyhogy ez a kapcsolat, ez folytatódni fog. És hát persze közben Patajról is, aki teheti, az megy Erdélybe, és természetesen megy Csávásra is. Most már nem csak mint testvéri énekkarok fogják egymást köszönteni a pataiak és a csávásiak, hanem mint testvér gyülekezeti tagok is. Hiszen az a kapcsolat, ami tényleg elindult 25 évvel ezelőtt, azoknak a népdalköröknek volt ez többek között a fő kapcsolata, azért ez mégiscsak egy gyülekezeti, egy református közösség, egy református kapcsolat. Én nagyon köszönöm azt, hogy az elmúlt 2-3 évben ennek a kapcsolatnak én is a részese lehettem, hogy nagy tiszteletű úrral nagyjából sikerült megtalálni a közös hangot meg a harmóniát, és nagyon bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Csütörtöktől kezdve folyamatosan ünnepi alkalmak sorát éltük meg. Már csütörtök este volt egy olyan alkalmunk, amikor egy testvér kapcsolati emléklapot, egy hivatalos okiratot aláírtunk, amiben a Patai népdalkör, a Csávási népdalkör és a két gyülekezet fejezik ki azt, hogy összetartoznak. Most valamilyen szinten ez már a záró alkalma ennek a néhány napnak, de azért még lesz egy finom ebéd, és még mindig lehet majd beszélgetni, és még mindig lehet tervezgetni, hogy hogyan legyenek majd a következő alkalmak. És még mielőtt elbocsájtanánk a kedves vendégeinket, a kedves csávásiakat, egy apró ajándékot szeretnénk átadni nekik. Úgyhogy kérném szépen a Patai népdalkörnek a vezetőit, Zoltán Cukát, kérném szépen a csávási énekkarnak a vezetőit, Melániát, a mi gyülekezetünknek a gondnokát, Kis Istvánt, és tiszteletes urat, illetve hát főgondnok urat, hogy
legyenek szívesek kijönni az urasztalához, hogy egy-egy ajándékot átadhassunk a testvéreknek. Testvérek! Ez pedig akkor adjon a baptisztelet úrnak. Nálunk is fontos helyen lesz, bízunk bennük, hogy nálatok is. Nem csak a falun, de a szívben is. Tessék? Látta. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén szeretném, hogyha meghallgatnák a kedves testvérek a hirdetéseinket. Szeretném hirdetni a jövő heti alkalmainkat. Szokott rendben jövő héten szerdán 3 órakor házi istentiszteletet tartunk, este 5 órakor pedig bibliaórát a gyülekezeti házban, és jövő héten vasárnap a szokott rendben 9:30-kor tartunk itt istentiszteletet. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívogatjuk és várjuk a kedves testvéreket. Örömmel hirdetem azt, hogy a tegnapi napon házasságkötés megáldásra került sor. Zsinka Beáta és Tóth Balázs kérte Istennek az áldását a házasságkötésükre, és ezúton is az egész gyülekezet nevében gratulálunk is nekik. Hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a mai napon már reggel szóltak a harangok, 1 órakor és 4 órakor is szólni fognak. Projkóné hatházi Justinának az emlékére, aki 1 éve távozott a földi élők közül. Az emlékezőknek Istennek a szent lelkét kívánjuk, hogy elhunyt szerettüknek az emlékét méltóképpen őrizhessék meg. Isten tiszteletünk végén előbb a 134. zsoltárunkat énekeljük, a 134. zsoltárunknak mind a 3 versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni, és végül áldásvétel előtt a székely himnuszt fogjuk énekelni. Tehát most a 134. zsoltárunkat énekeljük végig, amely így kezdődik. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat! Thank you.
Istentől megáldott vasárnapot kívánunk mindannyiuknak, és aztán jó utat haza. Mielőbbi viszontlátásra!